Nem volt téma megadva, ezért kerestem magamnak. Igazából nem is kellett keresni, mert végig itt volt mellettem. Köszöntelek, szerelme. Nyugodjon meg mindenki, nem kezdek el ömlengni, de ha mégis, akkor... sorry. Semmi sem tart vissza, csak az a pici bibi, amit köznyelven fájdalomként emlegetnek, de én inkább hívom taverbe is. Szerelemnek. Ez betegség? Van ennek neve? Bepötyögöm a dikibe, hátra találok mást, ami nem Ronaldo mászőre. Pötyögöm, pötyögöm, pöcsömöm, pötyögöm. Bassza meg, erről semmi sincsen. Akkor hát, pötyögök tovább. Még mindig semmi, pedig pontosan most nézem meg 20-szorra az oldalt, hát ha jött új betegség betegre. Torokfájás, láz, ebola, tüdőembólia. De semmi fóbia. Ha jól látom, itt van egy, már csak az a kérdés, hogy az oldal merre megy. A pornóreklám kevésbé lenne ciki, mint a fellépne Miskolcon Lil G. Egyszer élünk. Rányomva a gombra, azon kaptam magam, hogy azt olvasom, milyen fóbia az idézem, nem parancsol asszony pajtás. Szerelem, szerelem. Faszom ki van, hogy erről nincs semmi a neten. Pornó van, szerelem meg nincs. Magamnak kell megoldanom. Kivégezve a webbeteget, a Wikipédiát, az összes enciklopédiát, de még talán Lenin mauzóleumát is ott tartok, hogy sehol. Megnyitva útvaros messengeren, megnézem, mit küldtek nekem. Egy link, de mi lehet? Megnyitom boldogan, ha pornó, akkor még jól is érzem magam. Szerelem.net, hatalma van felette. Na lássuk, mi található itt. Tünetei. Kialvatlanság hiánya miatt, szintetikus drog használat, amit illata okoz, majd gyomorgörcsel fokoz. Állandó sebek, mert minden nap beleesek. Mindenhol őt keresed, indokolatlan boldogság, depresszió hiány, mellesleg jó irányba tereli a picsát, nem leírható, nincs rá észszerű ok, bassza meg, szerelmes vagyok.